24. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Nemzetközi Móricz Lány röplabda tornát. A szakmai megmérettetés megmutatja az elmúlt év munkáját és fejlődését, valamint a csapatok közti erőviszonyokat is. 6 külföldi és 6 magyar csapat méri össze erejét a kétnapos tornán. A versenyeket két helyszínen szervezik. A Móri Zsigmond Általános Iskola és a Kertvárosi Általános Iskola torna termeiben, tette hozzá Moravszky Gyuláné szervező a rendezvény sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a torna testvérvárosi kapcsolatokon alapszik. Külföldről érkeznek Romániából, Vajmára, Szlovákiából, Vardajov és Prešov csapatai, valamint érkezik a Fehér Orosz Minszk csapata, és Lengyelországból Jaszló és Gribov csapatai, valamint a Magyar Elit, az Vasas, MTK, UTE és a Békés Csaba csapatait várjuk. A sportcentrum két csapatával együtt, a sportcentrum A és B csapata is megmérkőznek a tornán. A versenyen 4x3-as csoportokban mérkőznek meg a csapatok. A csoport elsők kiemeltek lesznek, míg a csoport második és harmadik helyezettek keresztjátékot játszanak majd. A verseny győztesei egy-egy döntőbe kerülnek, amíg a vesztesek az alsóházban folytatják majd tovább a játékot. A külföldi csapatok jelentkezése is azt bizonyítja, hogy komoly szervezői munka van a háttérben, tette hozzá Illés Zoltán, intézményvezető, aki kiemelte, Nyíregyháza vendégszeretete és a tornán résztvevő csapatok minőségi játékot tette ilyen színvonalassá a tornát. A Nyíregyházi Móri Zsigmond Általános Iskolában a röplabda oktatás, nevelés, a mindennapos röplabda az utánpótlás nevelésnek egy bázisát jelenti Nyíregyházán. Van felnőtt csapatunk, van egy közbenső szakasza is a fejlődésnek, a továbbjutásnak, a Vasvári Pál gimnáziumban működő röplabda akadémián keresztül, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen rendszernek, rendszerben dolgozni nagyon jó dolog, ugyanis egy hosszú utat, szép utat tudunk felvázolni a sportszerető gyerekeknek. 2019-ben Budapesten rendezik meg a röplabda Európa bajnokságot. Már most lehet tudni, hogy a játékosok között lesz olyan, aki a nyíregyházi Móricz torna valamelyikén már pályára lépett. Bebizonyítva ezzel a nyíregyházi röplabda sport színvonalát, hangzott el a sajtótájékoztatón.